Megy. Aha. <laughs> Olyan cseszet régen volt ilyen uh, vidinyó, hogy most tökre hogy mi hogyan van. Na megint elő kellett kapni a izét, érted? Na de, van ez a kis rozogalószár, amit eddig is láthattatok. Szóval bemutatnám nektek, hogy hónapról hónapra mi minden uh, változott. Utána így elmondanám a nehézségeket, illetve, hogy, uh, illetve a kezdő programozóknak, akik uh, akarnak saját weboldalt, vagy bármit, azoknak megpróbálok segíteni azzal, hogy uh, mit, hogyan csináltam. Amikor elkezdtem ezt az egészet, igazából ezt mind azért, azért kezdtem, ugye. Tanki egy nagyszerű egyedi ötlettel rendelkezett, ami miatt egy tök jó játék volt. Viszont tökre megváltoztatták így a, a játéknak az alappilléreit. Így így ledöntötték, hogy minek az. Gondolom min mindenki más is, pont azért szerette a tankit, amilyen volt. És most, hogy így megváltozott, így tök szere szar az egész. Amikor vissza akartam volna térni a tankira, akkor hát láttam, hogy mennyire elcsözték, és így most már tényleg tökre kedvem nincs. Viszont mindig is szerettem az alapelvét annak a játéknak, hogy, hogy hogyan Építed a karakteredet, hogyan fejleszted a karaktered és teljesen rajtad múlik, hogy hogyan játszasz és mit csinálsz. És szerettem volna egy teljesen hasonló játékot létrehozni, ami kb. ugyanúgy működik, viszont teljesen más. És annak ellenére, hogy ezt többször is elmondom, hogy ez semmi köze nem lesz a tankihoz, még mindig rohadt sokan kérdezik, hogy ez egy, hogy a, a tankit építem -e újra. Nem, hanem hanem ez egy teljesen más játék, ez egy teljesen saját játék lesz, amit teljesen egyedül csinálok, ami azért nehéz, mert nekem kell 3D modellezni, nekem kell audiót, eff szerkeszteni, effekteket szerkeszteni, aztán nekem kell a frontendet, a frontend kódot megírni, a backend kódot megírni, a dizájnt megcsinálni. Szóval konkrétan nekem kell mindent megcsinálni, ezért eléggé nehéz. Szerintem csak azért sikerült ezeket megcsinálnom, mert már a fogva Támogattátok ezt az ötletet, szóval, hogy tudom, hogy meg akartam csinálni, adtam magamnak egy évet, kíváncsi voltam, hogy egy év alatt uh, mit haladok, és hogy kész lesz-e. Úgy terveztem, hogy egy év múlva kész lesz, eltelt egy év, nem lett kész, uh, mert hát nem mindig volt időm, nem mindig volt rá energiám, és kicsit lassan haladtam, gyorsabban is haladhattam volna, de amilyen sok mindent tanultam ebből a egy évből, Szerintem most, ha ugyanezt meg kellene csinálnom, akkor mivel már tudom, hogy mit kell csinálni, ezért kevesebb, mint 6 hónap alatt uh, meg tudnám csinálni, viszont hát nem is sikerült egy év alatt uh, elkészíteni az egészet. Most úgy tervezem, hogy még pár hónap hónapig uh, csinálom, ami lényegében megpróbálom megcsinálni a nagyon-nagyon fontos dolgokat, amik kötelezőek ahhoz, hogy egy kész játék lehessen. Tökéletesen nem is látjátok a kellemet hogy mennyit kell szívni videósként, öcsém. Dick English, ez nem is vagyok English. Ki van szakadva a szék, tök jó mi? Olyan sokat kódoltam már ebbe az egy évbe, hogy más szék sem írja. Mikor elkezdtem készíteni, akkor már az első hónapban feladtam volna, méghozzá a multiplayer mert fogalmam sem volt, hogy a multiplayer hogyan működik. Amikor feladtam, akkor ránéztem a Youtube-on, hogy uh, ti mit írtatok, és csomó pozitív kommentet kaptam tőletek, hogy már igenis, hogy igenis fejezzem be, igenis csináljam meg, és hogy tök jó lesz, már nagyon várjátok, már akkor, amikor még, ne, csak, még csak nem is csináltam semmit, és már akkor nagyon vártatok, szóval ez nagy motivációt adott arra, hogy igenis nézzek szét teljesen az egész interneten, és próbáljak meg valamit összehozni, amíg aztán sikerült megcsinálni a multiplayert, aminek tökre örültem, nekem akkor olyan szinten furcsa volt azt látni, hogy belépsz egy weboldalra, ha más is belép arra a weboldalra, akkor látjátok azt, hogy ugyanott vagytok, és wow, mindegy, szóval, hogy elég érdekes volt, tök jó volt. Most ez csak uh, úgy, úgy, uh, hát most kb. leszarom, hogy van-e multi vagy sem, nyilván fontos, hogy legyen multi, de már nem, nem vagyok abban a varázsban, hogy úristen van multi, de kurva jó. Aztán, hát már nem tudom, mi volt a második, harmadik hónapban meg ilyenek, ezt majd visszakeresem, és akkor ugye a videó elején ezt láthattátok. Mi, ha, tényleg, amit már egyszer vagy kétszer mondtam, hogyha tudtam volna azt, hogy ennyire nehéz lesz ezt összehozni, és ilyen sok mindent kell megtanulni, és ilyen sok mindent kell csinálni, és magamtól kitalálni, akkor nagy eséllyel nem ártam volna neki ennek a weboldalnak, de csak azért, mert elhatároztam magam, és csomóan izgatottan várjátok azóta is, hogy mikor lesz már kész. Hát még kell egy kis idő, pár hónap. Remélhetőleg már csak pár hónap. És nekiálltam, és miközben csináltam, ugye nem foglalkoztam azzal, hogy mennyire vagyok közel ahhoz, hogy kész legyen. Mindössze minden nap csinálgattam valamit, és emlékszek, hogy amikor legelején voltam az egésznek, akkor tökre nem látszott, hogy ez egy kész játéke lesz, vagy sem, mert csak annyi volt benne, hogy van egy map, van egy tank, van multiplayer, és ennyi. De tudtam, hogy rengeteg minden más fog kelleni. Én, én csak abban reménykedtem, hogy a multiplayer lesz az, ami a leges, legnehezebb volt megcsinálni, ami viszonylag az volt, de nem én csináltam meg. Amit már mondtam, hogy interneten találtam egy kódsort, ami bemutatta, hogy hogyan is, hogyan is kell megcsinálni egy uh, multiplayer-t és fogtam ezt a kódot, és átmásoltam az enyémbe, és hát azóta már mindent megváltoztattam, azt hiszem. Szóval, ja, már teljesen más, hogy működik az én multiplayerem kb. De ugyan azon az alapelven, hogy webszakettel működik, ugyanúgy, mint a tankinál. De ahogy szépen haladgattam, haladgattam, és csak reméltem azt, hogy tényleg egyszerűbb lesz már minden mást megcsinálni. Akkor megcsináltam ugye a menüt, azt, hogy különböző csaták vannak, a garást, azt, hogy be lehet állítani különböző tankokat. És itt szépen lassan, de láttam, hogy ez bizony el fog készülni. És viszont az utóbbi hónapokban volt olyan érzésem, hogy basszus, még nagyon messze vagy a ettől. Viszont most elkezdtem azt érezni, hogyha tényleg teljesen uh, oda magam és minden nap csinálok legalább valamit, akkor, akkor biztosan kész lesz egy-két hónap, egy hónap múlva. Persze, hogyha folyamatosan csinálom, ami azért eléggé izé, mert felkelek, és ugye mindenkinek átlába az, hogy fogatmos, zuhanyzik, kimegy reggelizni. Nekem az, hogy felkelek, instant a gépezülök, és kórolok estig, megállás nélkül, és ez eléggé frusztráló szokott lenni, és fárasztó, de úgy nagyon illetve idegesítő, mert hát ugye idegeskedek azon, hogy miért nem működik már a kód, közben birizgálom a széket, mert tényleg darabjaira esik, már olyan sokat kódoltam szerintem rajta. Szóval, hogy ugye végre érzem megint azt, hogy bizony ez el fog készülni, és látni azt, hogy teljesen egyedül összehoztam egy játékot, egy weboldalt, egy, egy regisztrációs rendszert, egy bejelentkezés rendszert, adatbázist, szervert, csomó mindent, csak így ezt látni már ez, megértem, mert iszonyatosan sokat tanultam, szóval, hogy azok az emberek, akik akarnak csinálni ö, egy játékot, legyen az vagy weboldalas, vagy nem, nekem nagyon hasznos volt azt, hogy weboldalasot csináltam most, mert tényleg nem tudtam, hogy működik egy játék, azt tudtam, hogy mit, hogy kell lekódolni, meg hogy, ö, meg hogy a multiplayer, az tényleg az teljesen sötétség volt nekem, azt nem értettem. Szerintem pontos segített, hogy weboldalon keresztül ugye az interneten egy konkrétan mindent tök megtalálni, hogy mit, hogy kell, mert három dolgot kell tudnod, HTML, CSS, JavaScript, és a HTML, a CSS, az igazából az tök egyszerű, mert azzal dizájnolod az oldalt, megjeleníted az oldalt, viszont csak JavaScript, ami tökre egyszerű, igazából, hogyha a Python-t tudod, ami ha egyelőre még nem tudsz kódolni, vagy nem tudsz, nem tudsz semmilyen nyelvet, akkor tudom ajánlani a Python-t, vagy Python, vagy faszom, mindenki máshogy nevez, én Pythonnak mondom, és szóval, hogy azt tanult meg, meg, mert az tényleg nagyon egyszerű, és annó tényleg az, azt az hiszem úgy volt, hogy egy hét alatt írtam meg a Bot.exe nevű kis uh, dolgot, ami lényegében helyettem játszott. Két cseszet nagy szintet léptem, és én a rohadtul nem csináltam semmit. Nyilván két darab számítógép ment, egész nap, ami azt jelenti, hogy nekem nem volt számítógépem, szóval egész nap csak telefonoztam. De ja, tök érdekes volt látni, sajnos nem nagyon csináltam videókat, részletesebb videót arról, hogy hogyan működött a bot, vagy amikor élőben működött, de hogy tényleg olyan szinten egyszerű a Python, hogy megtanultam egy hét alatt, de ebben az egy hétben meg is írtam ezt a botot. Nyilván az már más, hogy olyankor tényleg non-stop kódoltam, és tanultam, és uh, volt, hogy két napon át uh, alvás nélkül fent voltam és csak kódoltam, mert tök, tök érdekes volt ez a ötlet, hogy uh, egy bot játszik helyettem, és ezt, ezt teljesen magamtól csináltam meg, szóval hogy még csak nem is néztem utána a tutorialnak a videónak, hogy a tanki, hogy működik, vagy hogy, hogy kell botot kódolni, hanem Láttam, hogy van ez a Python dolog, és akkor gondoltam, hogy csinálok valamit, hogy a gép automatikusan lenyom gombokat, hogyha érzékel a képernyőt adott dolgokat. Na de most nem erről van szó, hanem, uh, hanem a, ugye a Python-t, ha megtanulod, utána a JavaScript sokkal könnyebb lesz, mert uh, kb. ugyanúgy működik. Szóval, hogy JavaScript-tel tök egyszerű minden szinte. Egy csomó mindent nem tudsz sajnos a javascript és csomó mindent furcsán kell megírni a javascriptbe, meg kicsit bonyolult pár dolog, de így, hogy konkrétan az egész évemet csak azzal töltöttem, hogy minden egyes nap javascript tesztem, így szerintem már elég sok mindent megtanultam, és hogy ha megtanulod te is, akkor, akkor meg fogod érteni, hogy igazából nem olyan nehéz. A weboldalon készíteni egy játékot egy tök jó kezdés, mert, mert ezzel megtanultam, hogy hogy kell multiplayer csinálni, hogyan működik alapból egy játék, hogy kell megírni a dolgokat. És tök durva, hogy ö, már valami 13 éves korom óta akartam valami saját játékot írni, ugye akkor legelőször C++, meg C sharp ugye a Unity-vel, vagy az Unreal Engine-nel próbálkoztam, ö, viszont sose tudtam játékot csinálni, mert egyszerűen nem értettem, hogy mit, hogyan, mit, miért csinálunk. Mindig csak azt láttam, hogy, hogy a neten megírnak egy kódot, de hogy miért, azt nem tudtam sose. Leginkább azért, mert ugye a C++ és a C Sharp nyelvet nem nagyon értem, viszont mivel a JavaScript-et azt tudtam már alapból, és úgy kezdtem neki ugye ennek a weboldalnak és játéknak, így sokkal könnyebb volt és sokkal jobban megértettem, hogy hogy mi miért is készül. Az órát elfelejtettem levenni, gárd, de mit, most végig kattogott. Nem baj, ezt nem fogom kivágni, hogy rohadjon meg. Szóval, hogy nagyon-nagyon fontos dolog, amit tanultam, nem több dolgot is tanultam, mint például az egyik, az nem más, hogy a szolid elvek, amik lényegében megtanítottak arra, hogy hogyan kell megírni egy kódot. Cseszettől sokfajta képpen lehet megírni egy kódot, Viszont olvasható kell legyen, egyszerű kell legyen, a jövőben ö, frissíthető, fejleszthető kell legyen. Szóval, hogyha valamit változtatol a kódodban, akkor úgy kell megírnod a kódot, hogy ne kelljen mindent is meg, át, ö, megváltoztatni, mert akkor, akkor az elég szalan lenne. Hát ami a sajnos volt, nekem egy hónapom, ami lényegében csak arról szólt, hogy opt optimizálás, azt hiszem az a videóm az, hogy nem tudom. Szerintem ne, nem tudom. Lényegében annyit csináltam, hogy fogtam és egy csomó mindent átírtam, újraírtam, és csomó kódot automatizáltam, hogy ne kelljen folyton egyenként nekem írni, egy csomó mindent kitöröltem, ami cseszettő sokat segített, mert ezek a szolid elvek alapján uh, megmutatta, hogy hogy kell egy tiszta, egyszerű kódot írni, amivel... Nem, amivel nem csak neked lesz könnyebb dolgozni, de a jövőben segíted magad azzal, hogy nem kell újraírnod az egészet. Aztán a másik az az, hogy ha nekiállsz valamit csinálni, ami egy sokkal nagyobb projekt, amúgy ezt egyáltalán nem ajánlom senkinek, mert hogyha egy kezdőként indulsz ki, akkor úgy kell dolgoznod, hogy, hogy először csak kisebb dolgot készítesz, aztán nagyobbat, aztán még nagyobbat. Mert nekem ez a weboldal az most ugye semmi motivációm nincs hozzá, viszont tudom, hogy csinálnom kell. És hogyha nektek sincs motivációtok hozzá, akkor ti nagy esél abba fogjátok hagyni, és nem fogjátok befejezni sose. Viszont én ugye azért nem fejezem be, mert megígértem nektek is, meg mert nagyon fontos nekem a jövő szempontjából, mert ebből szeretnék egy, egy rendes weboldalt nyitni, ami folyamatosan elérhető lesz, amivel remélhetőleg tudok valamit kezdeni. Nagyon fontos az ilyen nagy projekteknél az, hogy nagyon jól tudj kódolni, mert, illetve nagyon jó legyen a kreativitásod, illetve a találékonyságod, mert én a hónapok alatt, egy év, ebben az egy évben cseszettül, de cseszettül sokszor történt meg velem az, hogy átnéztem az egész internetet, mindenhol, minden, uh, mind, minden weboldalt, az összes fórumot, végolvastam minden posztot, minden választ, mindent, és sosem találtam meg a választ rá, hogy hogyan kell egy adott dolgot megcsinálni. És ezért nekem kellett teljesen saját kódot írni, teljes, teljesen egyedileg, és nekem kellett teljesen uh, egyedül implementálni. Nyilván a legtöbb kódot azt magam egyedül, uh, magam módján implementálom a kódba, nyilván nem úgy, ahogy egy oldalon írták, viszont az tényleg elég nagy szívás szokott lenni, amikor átnézem az egész internetet, és sehol semmi válasz, és át, eltelik egy-két nap úgy, hogy nem haladtam semmit az oldallal, és nem azért, mert nem csinálnám, vagy nem haladnék az oldallal, mert igenis haladok, akarok haladni, viszont elakadtam csak azért, mert nem találok választ a kérdéseimre, hogy adott dolgot, hogy kell megcsinálni. És amúgy vicces, mert pont az utóbbi, az előző nap, meg előző, előző nap volt ez, az pedig nem más, mint az animált színek. Hinnéd vagy nem, egy animált színt megcsinálni sokkal nehezebb, mint gondolnád. Megpróbálom elmagyarázni, de nem várom el tőled, hogy megértsd. Képzelj el ö, 64 darab képet. Egymás alatt mindegyik egy PNG-fájl. Ragd össze egymás mellé ezt a 64 képet, és kapsz egy darab képet, amiben van 64 darab kép egymás mellett. Pedig megvan. Aztán fogod, betöltöd a kódba azt az egy képet, viszont neked arról a képről, hogy ugye, mert most animált színről beszélünk, ugye ezeket az adott képeket ki kellene vágni valahogyan, vagy ö, ö, ki kéne nagyítani, vagy érted? Szóval, hogy meg az adott pixeleket kéne vizsgálni az adott egy nagy darab képen amin ugye 64 darab kép van egymás mellett, csak ugye nem 64 darab PNG, hanem csak egy PNG, mert ugye egybe van. És írnom kell egy olyan kódot, ami a gép valahogy virtuálisan ráközlít a beimportált képre, és szépen egyenként megmutatja azokat. Amit már sikerült megcsinálnom, és működött is az animáció, amit be is mu ö mutathatok. Ja nem, mert ez csak a havi vlogban lesz megmutatva, mert mert titok. De lényegben az animált színekről van most szó, és illetve a színekről, és egyszerűen megcsináltam, viszont a tankinál úgy van, hogy ők vizsgálnak egy adott kép keretet, egy adott keretet, adott pixeleket erről a nagy képről, és akkor valahogy nekik sikerül azt az egy képet külön használni. Mert nekem az a baj, hogyha elkezdem kicsinyíteni a képet, hogy hogy részletesebb animáció jöjjön ki, akkor az a baj, hogy, a, hogy ezt a nagy PNG-ről, a 64 drap képből más képeket is megjelenít. Mindegy, nem kell megértenetek, csak az a lényeg, hogy tökre elakadtam, és egész nap ezt keresem már két napja, hogy hogy kell megcsinálni. Gondolán az ember, hogy mindössze annyi az egész, hogy beállított, hogy a tangnak a a textúrája egy MP4 vagy egy GIF file legyen. Cseszettől nem ö, így működik, de hogy tényleg ebben az egy évben végig voltak olyanok, hogy teljesen magamtól kellett feltölteni egy kódot, teljesen magamtól kellett megoldani dolgokat, teljesen magamtól kellett megírni dolgokat. A kedvencem az az, a, ha bejelentkez, akkor a weboldal azt tudja, hogy te ki vagy tudja, hogy az a nevet, hogy krumpli. Viszont amikor megnyitod a játékot ott a weboldalon, webszakketten keresztül kommunikál a szerverrel, amivel hát lényegben egy teljesen külön idét kapsz, és az van, hogy ebbe a webszakketbe nem tud rólad semmit a adott szerver, és valahogy meg kell adnom ne neked a nevedet. Szóval, hogy amikor bejelentkezel a játékba, akkor a weboldal tudja, majd a webszeket tudja, hogy, hogy mi a neved. És, és, például ez egy teljesen saját kód megoldás volt, amit csináltam, ami nagyon furcsán működik, kicsit érdekesen működik, de a lényeg, hogy működik, amit majd szeretnék még biztonságosabbá tenni. Például, hogyha most Teket kéne megcsinálni fejből, uh, nem hiszem, hogy most hirtelen lenne rá egy válaszod. Hiába próbálnál utána nézni, de csak utána nézel, nincs rá, te vál, nincs rá a válasz vágod. Én már felkutattam neked az egész internetet, sehol semmi vágod. Szóval uh, nekem kellett teljesen go a saját írni érni ami... Egy nagyon érdekes menet volt, de nem ez a lényeg. Szóval, ebben az egy évben megtanultam, hogy hogyan kell egy játékot írni, nem csak weboldalra, de ezzel együtt megtanultam bármi más ö, ö, gépnyelvvel írni, mint például a c a tervezek egy ugye egy letölthető játékot csinálni. Ez cseszettő sokat segített, hogy, hogy megtanultam, hogy igen, hogyan is működik, hogyan is épül fel egy játék. Illetve ez nagyon hasznos volt, mint weboldal szerint, mert nem az ember, hogy á, weboldalt szinte nem is csináltam hozzá, csak egy bejelentkezés és egy és egy regisztráció panelt, és akkor kit érdekel. Viszont olyan sok mindent csináltam, ami a játékban van, mint például a chat. Ez tök hasznos, meg az, hogy hogyan küldi el az adatokat a szervernek a játékos, aztán a szerver a játékosnak, hogyan dolgozza fel az adatokat, stb. Hogy még talán olyat tudok mondani, hogy ha te is egy weboldalt akarsz csinálni, vagy egy játékot, vagy valami hasonlót, akkor nagyon, de nagyon, de nagyon fontos, hogy ne a pénz miatt csináld. Mert most nyilván valamilyen szinten nekem is fontos lesz majd, hogy aztán a weboldalt utána fent tudjam tartani, mert az egy kicsit érdekes, hogy teljesen ingyenes a weboldal, teljesen ingyenesen tud mindenki játszani. Ha nem jön a weboldalból bevétel, akkor... A szervert, amit bérlek nem tudnám fizetni a Domain nevet, amit évente amit bérlek azt nem tudnám fizetni. Aztán a ilyen biztonsági lósa se tudnám fizetni. Csomó minden nem tudnék fizetni, hogy a weboldal elérhető lehessen, emiatt ö, egy idő után be kéne zárnom a weboldalt, és megszűnne minden, csak azért mert nem tudnám fizetni. Szóval hogy nyilván ebben a játékban is lesz majd. Ö, dolog, amit megvehetsz, de nem tervezem pay to win leginkább ilyen animált skinek, meg uh, ilyeneken gondolkodok, meg lámpafény, meg mit tudom én, amivel valamilyen szinten testre szabhatod a tankodat, és akkor tök tudsz kinézni, de ezzel tudod támogatni a weboldalt is, ami, ami végül visszamegy a weboldalba, hogy, hogy elérhető lehessen. De hogy ha most egy weboldalt azért csinálsz, mert mit tudom én, uh, el, el akarod érni azt, hogy a weboldalad lesz a legsikeresebb, és akkor úgy hogy sok pénzt fogsz belőle keresni, akkor már elcseszted már előre mondom, mert uh, nagy esél olyan sosem lesz. Szóval, hogy egy weboldal, meg egy játék, meg egy bármi elkészítése nem csak annyi, hogy lekódolod, és akkor és akkor már mindenki örjöngve fog feléd jönni, hogy úristen, de jó vagy, hát csináltál egy weboldalt, hát el mert csészető sok mindenre fel kell legyél készülve, egy csomó mindent kell csinálnod, marketingelned kell, hirdetned kell, amik gondolnád, hogy a egyszerű dolog, de ebben rohadt nagy szerencse is közrejátszik, és hogyha tényleg úgy csinálsz valamit, hogy minél többet akarsz belőle keresni, vagy mi a rák, akkor pont az ellentétét fogod elérni, mert leginkább arra fogsz figyelni, hogy minél több pénz legyen, mint hogy arra, hogy minél minőségibb dolgot csinálj, mint például a tanki. Nézd rá a tankira! Tiszta szar lett, de úgy nagyon fos, és, és mégis halára keresik magukat. Nem értem. Néztem, és így számolgattam ö, adatok alapján, és így havonta valami 5 millió forintot keresnek, ha nem többet, karácsonykor nyilván ö, még többet, ami hát egyszerűen undorító, hogy 8 évesek fellépnek oda, és akkor azt hiszik, hogy jaj, de jó. Meg hogy milyen szinten ö, látni, hogy az emberek már tökre nem érdeklik őket a minőség, mert mi annó, mint régi veteránosok ö, tudjuk, hogy hogy mi mindent lehetett csinálni, mint például tangnak volt skinje, kinézete, amikor fejlesztetted, ugye M0, M1, M2, M3, és mindenki ugye M3-as akart lenni, és jaj, de menő, és, fogták az összes talpat, tornyot, mindent, és mindegyik M3. Szóval, hogy akkor mi értelme a játéknak? De tényleg, amint belépsz a játékba, el is érted a célodat, mert már megvan minden M3-ra, szóval, hogy akkor mi értelme volt a játéknek? És ha emberek pénzt költenek ebbe vágod? Ezt nem értem, mindegy. Illetve, hogy több billió, több billió forintot keresett már a tanki adott 12-13 év alatt, ami hát egyszerűen undorító látni, hogy ezeknek a gyerekeknek konkrétan bármi jó, és fogják az anyjuk bankkártyát és már már paytubinálnak. Mindegy, lényeg a lényeg, hogy ne azért kezdj el egy weboldalt, mert hogy jaj, de milyen sok pénzt akarsz vele keresni, hanem leginkább magad miatt, hogy ne, csinálj valami olyasmit, ami neked is kell, amit te is szeretnél, ami egy olyan dolog, ami, amit szívesen csinálnál, vagy amit szívesen uh, uh, birtokolnál, vagy mit tudom, én érted, mert akkor azt Tökre szeretni fogod, ha most olyat csinálsz, amit tökre nem szeretsz, és csak a pénzre figyelsz, akkor a világ legszerabb oldalát, vagy bármiért fogod megcsinálni. Ö, nem tudom, hogy mi mást mondjak, igazából csomó minden történt ebben az egy évben. Megtanultam ö, ugye alapvető, HTML alapvető, CSS alapvető, JavaScriptből olyan sok mindent tanulni ebben az egy évben, hogy már tényleg tiszta pró vagyok, és már gondolkodtam olyanon is, hogy jelentkezek cégekhez, hogy hogy vajon melyik cégbe vesznek fel, mint programozó, vagy szoftverfejlesztő, vagy, vagy uh, szoftvermérnök, vagy, vagy weboldalfejlesztő, és voltak olyan állások, amikre jelentkezhettem volna, viszont nem jelentkeztem, mert akkor még úgy éreztem, hogy nem állok készen, vagy hogy nem tudok olyan sok mindent, viszont az fél évvel ezelőtt volt, azóta még egy fél év eltelt, és azóta tényleg olyan sok mindent tudok, hogy uh, nem tudnék jelentkezni simán egy Hát azért nem olyan simán, de tudnék jelentkezni egy ilyen céghez, és mint uh, szoftver dolgozhatnék ott, nem tudom, ami azért tök szórakoztató lenne. Uh, csak kicsit furcsa lenne, hogy elmennék reggel, nem tudom, nyolckor kódolni, programozni, hazaérek, mit tudom én, 4 órakor kódolni, és aztán ilyen este. 9-10-kor hagynám abba, hogy. És egész nap kódolnék, egész nap programoznék, ami hát nem a legjobb, nem a legegészségesebb. De most egyelőtt tényleg kész legyen a weboldal, csak a weboldalra fókuszálok, és megpróbálok minél hamarabb végezni vele. Most azt találtam ki, hogy, hogy a hónap elején minden beta testernek kell írnia egy listát, hogy szerintük mi az, ami tényleg nagyon fontos, hogy abban az adott hónapban be kell, hogy jöjjön, hogy mi a leges legfontosabb. Nem is az, hogy abban a hónapban kell bejöjjön, de hogy mi az, ami, hogyha, mit tudom, hogyha nem lenne elég idő elkészíteni a játékot, akkor mi az az öt dolog, ami még hiányzik a játékból, hogy játék lehessen, és ehhez írt a kötleteket, amiket most próbálok ö, ö, teljesíteni, viszont ö, van egy, van egy nehéz, ami nem más, mint hogy a tank tudjon egy helyben forogni, mert ahhoz egy teljesen saját kis fizikát kellene építenem a talpnak, és a legrosszabb benne az, hogy nem csak most hiába mondom azt, hogy teljesen saját fizikát építenék a talpnak, az nem jelenteni azt, hogy tudnak ütközni a talpak, mert ahhoz, hogy tudjanak ütközni a tangok, ahhoz megint csak meg kell építenem egy teljesen saját fizikarendszert, ami képes kiszámolni, hogy na, ki hol lehet, és akkor úgy számolja ki a a gravitációt, meg mindent. Viszont az túl sok munka lenne, szóval szerintem a tankok nem fognak ütközni, amikor kijön ez a játék, viszont azt szeretném, hogy meg tudjanak egy helybe forrulni, meg könnyebben tudjanak forrulni ahhoz mérten, hogy ö, milyen gyorsak, vagy milyen kicsik a talpak. Szóval tényleg ez az egy év nagyon sokat tanított nekem, mert ö, hát nem csak az volt, hogy oké, okay, akkor most szedobok egy weboldalt, hanem, hogy minden egyes nap tanultam valami újat, minden egyes nap tanultam. És voltak emberek, akik meg, akiknek mondtam ezt, hogy hogy csinálom ezt a weboldalt, és azt mondták, hogy ők már pár hét múlva feladták volna, hanem egy pár nap múlva. Szóval, hogy, szóval, hogy tényleg az, hogy meg gondolna az ember, hogy oké, okay, motiváció kell ahhoz, hogy csinál, nekem nincs. Szóval konkrétan semmennyi motivációm nincs ahhoz, hogy csináljam. Leginkább azért csinálom ezt a weboldalt, mert már olyan szinten hozzászoktam, hogy ez egy napi rutinom lett, szóval, hogy nem gondolkodok rajta, tudom, hogy csinálni kell, és benne van a rutinomba, hogy akkor kódolok. Illetve a másik az, hogy szeretem csinálni, szóval, hogy nagyon szeretek kódolni, és szeretek új dolgokat felfedezni, új dolgokat csinálni. Csak nagyon felcsesz, amikor egy nagyon egyszerű dolognak tűnő valamit, tök nehéz megcsinálni, és több napon át nem tudom megcsinálni. Illetve a harmadik dolog az, hogy tudom, hogy minél hamarabb kell végeznem. Szóval hogy ezért, ezért ez a három dolog miatt csinálom leginkább a weboldalt. Kinézetre azt hinné az ember, hogy tök keveset haladt a weboldal egy év alatt, de megnézette a legrégebbi videót és a legutóbbi videót a weboldal, illetve ami majd fog jönni ebbe a kövi havi blogba, ami a hónap végén fog kijönni, ugye a színekről, meg az animált színekről, hogy ahhoz képest olyan sok mindent fejlődött az oldal, de hogy ránézel és gondolnád, hogy á, nem haladt sokat, mert hogy a grafika ugyanolyan szar, a tank ugyanúgy néz ki, de hogy a kódolással nem azt kódolom meg, hogy hogy nézzen ki a játék, mert ahogy mondtam is, hogy, hogy ö, ugye van két külön dolog, hogy van a maga a kód, ami kiszámol mindent, elintéz mindent, illetve van a, a kinézet, azt lenne a legegyszerűbb, de a legunalmasabb is, mert ahogy mondtam, nekem kell lemodellezni, ledizájnolni azokat az objekteket, amik aztán megjelennek a játékba. Például a színeket, meg az animált színeket azt például kódolom, de hogy, hogy a, a weboldal megjelenése, a játék megjelenése az kb. 10%-a a kódnak, amit eddig írtam, és a 90%-nak a fele is, hát vagy kevesebb a fele az a maga a kliens oldal, ami ugye kiszámolja nektek a tankokat, a fizikát, a én, és a másik fele az pedig a maga a szerver, amit, amit soha nem is fogtok látni hogy a szerver oldalon milyen sok kódot írtam meg, hogy amikor elküldöd a pozíciódat a szervernek, akkor a szerver megnézi a pozíciódat, elküldi mindenki másnak, hogy tudja, hogy hol tartózkodsz. Szóval, hogy az a több tízzer kód szerintem meg fogom tudni mutatni. Itt szalakodok a... nem tudom mennyit láttok belőled, de csak ennyit mutatok. <laughs> Ez maga a weboldalnak a mappája, amiben benne van minden. Leginkább... szóval, hogy ezek itt egy csomó fájlit, ami PHP-val végződik, az nem nagyon uh, olyan fájl, ami, 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 benne van a weboldalban, szóval tudnék olyat csinálni, hogy uh, vagy van itt egy olyan, hogy trash. Best Configuring Lutz Models Multinode Route scratch, scratch. Azt hiszem, igen. Szóval, hogy, uh, ezek a dolgok, ezt így becsaphatom ide, és igazából mindössze dolog, ami, 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 ami maga mappa majd a oldal ha belemegyek ide a, a játék the Gamebe, akkor itt van minden ami a játékkal kapcsolatos, ugye az ikonok amiket berakhatnám igazán ide például itt van minden ikon illetve a talpak, map ikonok, amiket fogalmi sincs miért nem raktam az ikonokba túl későn kezdtem ezeket csinálni szóval hogy vannak itt animációk itt van maga a, a kód. Ez összesen 131 kilobájt. Az igen. Aztán, hogyha ide kimegyünk, akkor itt van egy másik fájl, amit írtam, az nem más, mint az mengin, ami meg 8,8, szóval hogy majdnem 9, majdnem 140 kilobajt. Szóval elég sokat fejlődtem, elég sokat hallottam, és az, hogy magamtól kell kitalálnom kódot, és magamtól kell leprogramozni uh, dolgokat, kitalálni dolgokat, meg az tényleg az, hogy nekem kell az, az audiót, az effekteket, a hangokat, az ugyanaz, mint az audio. A 3D modelleket, a funkciókat, mindent megcsinálni, az egyszerűen cseszett sok munka, szóval tök jó lenne, ha többen lennénk, és többen tudnánk egyszerre fejleszteni ezt a játékot közösen, de nem vagyunk, szóval ez teljesen egyedül csinálni elég sok munka. Uh, de szerettem volna így összeszedni, hogy mi minden változott, mi minden fejlődött. És ja, na de, hát nem nagyon van más mondani való, meg nem nagyon húzzam az időtöket. Csak azt, hogy remélem megértitek azt, hogy több idő kell. Addig nem fogom hamarabb ö, kiadni a játékot, ameddig ö, nincs kész valamilyen szinten. De ja, sokat fejlődött, sokat fogunk még fejlődni. Na akkor találkozunk a következő vidinyóban, Addig is.